Csanádi György születésének 125. évfordulójára emlékeznek Székelyudvarhelyen. A Székely himnusz szerzője előtt fia Csanádi András kossuthdíjas grafikus művész munkáiból összeállított tárlattal tisztelegnek. Csanádi György 1895-ben született Székelyudvarhelyen, s az érettségit követően a Budapesti Kereskedelmi Akadémián szerzett oklevelet. 1921-ben megalakította a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületét, és ekkor írta meg a Székely himnuszt is. Intenzív közösség szervező tevékenységet is végzett Csanádi György, hiszen összefogta az innen kitelepülő egyetemistákat, külön szervezetet alakított. Csanádi György születésének 125. évfordulója alkalmából ünnepi műsorral, illetve egy különleges kiállítással tisztelegtek Székelyudvarhelyen a nagy előd előtt, hisz fia Csanádi András kossuthdíjas grafikus művész munkáiból nyílt tárlat a Városi Képtárban, amin a 91 éves alkotó is megjelent. Körülbelül 1956-ban a forradalom eseményeivel elvégződött az én grafikai pályám. A kétnapos ünnepség szombaton délben a Székely himnusz eléneklésével, illetve az emlékezés koszorúinak elhelyezésével zárult Csanádi György sírjánál a székelyudvarhelyi református temetőben.